harmadik kerületi torna és vívó egylet Kalap utcai sporttelepe adott otthont május 10-én vasárnap az Óbudai Sporták Börzének, melyet az Óbudai Sport Non-Profit Kft. Szervezett. A Sporták Börzén közel 30 féle sportággal és több harmadik kerületi sport egyesülettel lehetett megismerkedni. A színpadon egyesületünk elnöke Csákvári László és edzőink is szót kaptak. Hoffmann Teréz, atlétikai szakágvezetőnk bemutatta szakosztályát, Lilik József, U17-es vezetőedzőnk pedig labdarúgó szakosztályunkról mesélt a jelenlévőknek. A harmadik keleti TVS sportolói napközben többször tartottak bemutatókat. Az érdeklődők kipróbálhatták magukat távolugrásban, magasugrásban, és Kaszai Gábor vezetésével a foci sem maradhatott ki természetesen. Ezúton köszönjük minden kollégának és sportolóinknak, hogy ezen a napfényes rendezvényen jelenlétükkel képviselték Magyarország harmadik legrégebbi egyesületét.